halihó sárga pólósok, halihó ellenállók. Ugye még egy bank maradt itt Tatabányán, a Cumi Kredit, ami itt ebben a bevásárló központban van, és ahogy itt végeztünk a többi bankkal és a törvényszékkel, most ide is benézünk. Már az őrök elkezdtek telefonálni, most gyorsan bementek a banknak szólni, hogy zárja be az ajtót, és gyorsan bezárták. Nagyon gyorsan záródott minden, nem olyan nagy probléma, meglátjuk. Ha még nyitva van, akkor bemegyünk véleményt nyilvánítani, ha nincs nyitva, akkor kívülről fogjuk leplakátolni. De én úgy látom, hogy másik ajtó mind a kettőbe van zárva. Tehát az történt, hogy a Cumi Kredit Bank bezárta az ajtót. Ide nem könnyű egyébként sárgába bejönni, úgyhogy ne vegyék észre, hiszen az összes a bevásárlóközpont biztonsági őre itt álltak a bank előtt, tehát figyelték azt, hogy mi vagyunk, jövünk-e, és ugye befelé már fel is került a végrehajtásokat, a tilakoltatásokat, le kell állítani plakát, és én úgy látom, hogy kezd a csalcsomag is kikerülni a bankra, és egyre többen néznek itt minket a bevásárló központba. Kívülről is kint van a végrehajtás kilakoltatás leállítását követelő plakát, tehát egész egyszerűen a véleménynyilvánítás minden gond nélkül tud pörögni továbbra is, tehát nincs ezzel semmi probléma. Látnivaló van bőven, tehát egyre többen néznek minket, itt mindig nagy a sikerünk Tatabányán, ebben a bevásárló központban. Látják azt a fiatalok és a nem fiatalok is, hogy bizony ellenállni nem csak lehetőség, hanem kötelesség is. És gondoljátok el, ha minden ember, aki itt ebben a bevásárló központban megfordul, csak egyetlen egy darab plakátot föltenne a bankjára, ez a bank ez soha nem tudna plakát nélkül lenni, mert így működne, és ez vezet majd minket győzelemre egyébként, hogyha sokan kimondják a véleményüket, és ettől fosik a hatalom a plakáttól, a Facebookot tudják korlátozni, tudják manipulálni, de azt, hogy te a saját véleményedet, plakátodat kited bárhova, azt nem tudják korlátozni, úgyhogy neked is azt javaslom, hogy tedd ezt, és mutatok egy körképet, mert megyünk tovább Esztergomba, ugye? Hát nyilván hova máshova mennénk. Közben azzal fogunk majd zárni, hogy itt körbe mutatjuk magunkat, nem állt össze annyira a csapat, hogy egy képbe beleférjünk, de megpróbálok távolabb jönni, és itt a sárga pólósok megint véleményt nyilvánítottak, ezzel búcsúzunk, te is cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá!